kicsi, az döntsd el, hogy mit akarsz. Ezzel most miért nem lehet elmenni iskolába, azt magyarázni. Mert basznak, ha eljárok már úzni, akkor megvan mindenre a pénzem, azt akkor tudom, hogy van valami. Azt így meg nézd, meg ért rohadok a kettő suliba. Egyetlen egy bajotok van nektek, anyáddal együtt, hogy én nekem is van valaki az életemben. Ne leszorom, hogy van, bassz meg, a fiatal nem trőc, nem? És itt te fejeztem, mert én itt hagytak a kicsába, és soha többet nem értem. Na gyere, na gyere! Hát, baba. Üljél, mert megint lektem, mi te? Téres vagy a lassító, kurvasút! Jó, párom, vissza, egy! Oké. Hát, van-e? Elég le? 19 éves fiamnak keresek tisztességes munkát. Otthagyta az iskolát, családjókat. Nem lehet ilyen hülye, ilyeséget föl. Kicsi, ha még egyszer azt mondod anyádra hülye, komolyan mondom, hozzád vágok valamit. Keres inkább csajt mutárba, az nem elő. Kibaszott fotós! Hát ki a geci mondta, hogy baszd meg? A kapuhoz visszamentünk gyalog, és rajta lévő lakatot Jani meg a Csabi lefeszítette egy cseszítővassal. A vádottak miután a gyilkocsit megpakolták, az eltulajdonított dolgokkal másodrendű fiatalkorú stenyvakot. A bíróság 2 évi időtartamra próbára bocsájtja, és megállapítja, hogy pártfogó felügyelet alatt áll. Kíván ehhez hozzáfűzni valamit? Hát szerintem a pártfogó az hülyeséget beszél. Pártfogó hülyeséget beszél? Így van.